Itthon elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a havazás, hófúvás és ónos eső miatt. Az előrejelzés szerint a nyugati vármegyékben lehet jelentős havazás. Zalaegerszeged nem sokkal ezelőtt kezdett havazni, további részletek jönnek Frauenhofer Mártától. Köszöntöm a kedves nézőket, jó napot kívánok! Igen, mi már a délelőtti órákban hallottuk, hogy Ausztriában esik a hó, és várható volt, hogy ide a nyugati ország részbe is megérkezik. Ez meg is történt, egészen pontosan volt az előrejelzés, 13 óra környékén kezdett el nagyon nagy pelyhekben esni a hó itt Zalaegerszegen. Aztán azóta változó az intenzitás, ezekben a percekben most hószálingózásról beszélhetünk, de az előrejelzések azt mondják, hogy még a délután folyamán várható nagyobb mennyiségű hó, intenzív havazásra is számítani kell, illetve még az esti órákban is lesz hóesés, ami majd aztán szépen a este éjszakai órákban elhagyja ezt a részét az országnak. Minden esetre a gyerekek arra számítanak, hogy érkezik még utánpótlása ennek a 13 órakor kezdődő hóesésnek, és már készítik a kis cipőket, esetleg abban bíznak, hogy lehet majd szánkozni. Most a zalaegerszegi Vizslaparkban vagyunk, és itt mutatjuk a különböző helyzetet, azt látni, hogy most azért már itt a füvön látni, hogy van hó, a munkagépek útnak indultak, itt Zalaegerszegen számítottak arra a közútkezelő munkatársai, hogy várható havazás, úgyhogy alásóztak az utaknak, ezért a főbb közlekedési utak teljesen jól járhatóak, viszont a dombhátakon kell arra számítani, hogy megmaradt a hó az utakon, ezért mindenképpen óvatosan kell közlekedni. Itt a hátam mögött pedig látszik, hogy az egerszegi advent egyik állomásán várják a kicsiket és a nagyobbakat. Itt található a Mikulásnak a szánya, amelyet most éppen hóborít, tehát nagyon bízunk abban itt Zalaegerszegen, hogy lesz még hó, legalább a gyerekek kedvéért, viszont a közlekedésben pedig abban bízunk, hogy lehet közlekedni. Frauenhofer Márta, köszönjük szépen!